Üdv, Justin vagyok, a Mercedes AMG Petronas F1 csapat tagja. Örökségünket, a Formula 1-es autókból álló gyűjteményünket fogom bemutatni. Elmesélek néhány elmondatlan történetet is, a csúcsokról és a mélypontokról egyaránt. This is the W01, and this is where the story began. Ez itt a W01. Itt kezdődött el a történet. Ez volt az első autó, amely kigurult a gyárból Brackleyben, a Mercedes-Benz ikonikus ezüst színében. Hogy megértsük a csapat utóbbi időben elért sikereit, vissza kell térnünk a múltba. Így jutunk el 2008-ba. A Mercedes származása egészen a Tirellig vezethető vissza, ami bárrá alakult, majd természetesen a Hondává. 2008-ban aztán a Honda a gazdasági világválság miatt úgy döntött, hogy megszünteti F1-es programját. Így indult az F1-es történelem egyik legnagyobb sztoria. Ross Brown vásárolta meg a csapatot, a többi pedig egy ikonikus történet, ami valószínűleg sosem fog megismétlődni. 2009-ben nem csupán a konstruktőri világbajnokságot nyerték meg, hanem az egyéni világbajnoki címet is Jenson Buttonnal. 2009 végén a Mercedes úgy döntött, megvásárolja az istálót, és 1955 óta először visszatér a Mercedes-Benz gyári csapata, és itt kezdődött el a történetünk. The first time since 1955 return as a Mercedes-Benz works team, and this was where the story started. A felszín alatt alapvetően továbbra is egy Brown volt, a tervezést illetően, és sok volt az átvitt alkatrész is. Igazából az autó, amelyet 2010. januárjában Stuttgartban bemutattak, egy Brown karosszéria volt, amelyből mindössze hármat gyártottak le, és egyikük végül ezüstfényezést kapott. Az egyik fő eltérés az egyedülállóan tervezett pengeszerű bukócső volt, amely teljesen különbözött az összes többi csapatétól, és azért tervezték így, hogy a légáramlást a motor, illetve az autó hátulja felé terelje. 2,4 literes V8-as motorja volt, a karosszériát pedig kicsit meghosszabbították az üzemanyagra vonatkozó új szabályok miatt. Az autó egyik kiemelkedő, legikonikusabb jellemzője, hogy nem csupán ezüst színű, hanem a Petronas zöld sávjait is tartalmazza. Névadó szponzorunkról van szó, amely természetesen egyben egyik legrégebbi partnerünk is. Ironikus, hogy ez az autó nem volt annyira eredményes, de épp a Petronas hazai versenyén Malajziában értük el vele első sikerünket. Ez akkor történt, amikor Nico Rosberg harmadik lett, megszerezve első dobogónkat. Ezt a csapat újabb harmadik dobogós helye követte Kínában, aztán Silverstone-ban újra. Amikor felkészültem erre a bemutatóra, beszélhettem tervezőkkel, szerelőkkel és mérnökökkel. Egy dolog köszönt vissza mindannyiuk emlékeiben, a két versenyző személye. Megvolt már a csapat, megvolt az autó, és kellett az utolsó részlet. Szükségünk volt egy fiatal tehetségre. Nico Rosbergre, egy német versenyzőre a német csapatban, és Ross Brown kapcsolatainak köszönhetően megszakította visszavonulását a legenda, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher. Dicsőség volt a csapatban mindenki számára Michaellel dolgozni. Az egyik szerelő, akivel beszéltem, rengeteg Formula 1-es versenyzővel dolgozott együtt, szerte a pedokban, és azt mondta, ő volt az egyik legközvetlenebb mindenki közül. Az első napon, amit a garázsban töltött, már tudta mindenkinek a nevét. Gyakran hallani történeteket arról, hogyan járta be Michael a gyár különböző részlegeit, hogy átlássa, ki mit ad hozzá az autóhoz és a teljesítményhez. Ilyen körülmények jellemezték a Mercedes első évét a Formula 1-es visszatérés után. Végül 214 ponttal a negyedik helyen végeztek a konstruktőrök világbajnokságában.